Az Alkotmánybírósághoz fordulunk a védettségi igazolvány miatt, és egészen konkrétan én magam is alkotmányjogi panaszt fogok tenni az Alkotmánybírósági törvény 26. paragrafusának második bekezdése szerint teszem meg ezt az alkotmányjogi panaszt, és arra kérek minden magyart, hogy tegyen hasonlóképpen alkotmányjogi panaszt, hiszen bármelyik magyar állampolgár megteheti az Alkotmánybíróság felé ezt a panaszt, hogyha úgy érzi, hogy alapjoga sérült. Mi úgy érezzük, hogy az alapjogunk súlyosan sérül azzal a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban, amely egyébként is nagyon sok vitára okot ad, tehát kérdés, hogy mennyire védez minket, mennyire állítja ez meg akár a koronavírus terjedését, de az egészen biztos, hogy diszkriminatív, és nem lehet arra kényszeríteni emberek tömegeit, hogy beoltassa magát olyan oltásokkal, amelyekről még a tudósok is vitatkoznak, amelyeknek a mellékhatásait, főleg hosszú távon még egyáltalán nem ismerjük. Tehát arra kérek minden magyart, hogy tömegesen tegyünk panaszt, alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybíróságnál, és bízom abban, hogy az Alkotmánybíróság megszünteti azt a diszkriminatív helyzetet, amelyet a védettségi igazolvánnyal jelenleg Magyarország kormánya tett. És ha már itt tartunk, teszek egy alkotmányjogi kísérletet. Ma reggel ugyanis Ásotthalmon, ahol polgármesterként dolgozom, kihelyeztem egy táblát az Ásotthalmi Jótékonysági Központ bejáratára, és erre a táblára azt írtam ki, hogy belépés csak magyaroknak. A helyzet az, hogy elsősorban magyaroktól kapunk adományokat, bútorokat, ruhákat, mindenféle nagyon jó hasznos tárgyat adunk a rászorulóknak. Az elmúlt hetekben azonban a környéken felbukkantak ukrán, illetve román állampolgárságú cigányok, akik akár idei munkára, akár más céllal érkeznek a környékünkre, akik buszokkal rohamozták meg az Ásotthalmon nagyon jól működő jótékonysági központot, és vittek mindent, amit értek, így aztán értelemszerűen kevesebb vagy rosszabb minőségű ruha vagy akár bútor jut az ásotthalmi magyar rászorulóknak. Ezért én úgy döntöttem ma reggel, hogy kiírom az épület bejáratára, és el is rendeltem, hogy ne engedjenek be idegeneket a jótékonysági központunkba, és ez egyúttal egy alkotmányjogi kísérlet a magam részéről. Kíváncsian várom, hogy különböző jogvédők, vagy akár a magyar állam, vagy a kormányhivatal felszólít-e majd arra, hogy szüntessen meg a diszkriminációt, ugyanis hogyha a védettségi igazolvány nem diszkriminatív, akkor az én táblám sem diszkriminatív, hiszen én is különbséget teszek emberek között. Ez körülbelül ugyanolyan, mint hogy van-e védettségigazolvány valakinél, vagy hogy magyar-e az illető. Tehát kíváncsian várom majd a következményeket, hogy alkotmányjogi szempontból helyes-e, amit én tettem, illetve kíváncsian várom, hogy az Alkotmánybíróság hogyan reagál majd a tömeges panasztételre, amelyet én a mai napon meg is teszek.